Barbie az első utasa a Sátor Aljaújhelyi Városnéző kisvonatnak. A város a svájci hozzájárulási alapból vásárolta meg a járművet, amelyet a helyi igényekhez alakítva készítettek el. Az 56 személyes gumikerekes kisvonatot 20 millió forintért vásárolták meg. Elsősorban turisztikai célokat szolgál majd a vonat, így legtöbbször a kalandparkig szállítja majd az utasokat. Nagyon rövid időn belül az új helyek, de különösen a gyerekek kedvence lesz. Hangszórók és mikrofon is van benne, sőt CD-vel tudjuk adni azokat a programokat idegenvezetésre, amelyek azoknak szólnak, akik idejönnek és még nem ismerik a várost, de lesz mesevonat is, ahol az Újhelyi Csodák Városa című meséskönyvnek a fejezetei hallhatóak, és ugyanakkor azokra a pontokra is elmegy majd a kis vonat, ahol maga a történés zajlott. De ki lehet majd bérelni, akkor amikor sima hétköznapok vannak, akkor pedig egy menetrend lesz elkészítve, ez egy-két héten belül kész lesz, az állomásról fog indulni, és a kalandpark végállomásig halad, majd ott megfordulva visszafelé megteszi az utat, mondjuk mint egy kis helyi járat, úgy fogjuk működtetni. A Sátor Aljaújhelyi rendezvényeken mindig szolgálatban lesz a gumikerekes vonat, és nem csak a turisztikai főszezonban, de télen is használják majd. A korcsolya szezonban az igényeknek megfelelően lehet majd vele a jégpályáig utazni. A menetjegyek árait a következő hetekben fogják megállapítani. Az első egy-két évben nekünk nem is lehet más a célunk, mint hogy annyi bevétele legyen a kis vonatnak, hogy a gépkocsi vezetőt, illetve az üzemanyagot és a karbantartási költséget kitermelje. Később azért abban bízunk, hogy a jó kihasználtság eredményeképpen mindenképpen bevételt termel, hiszen ne felejtsük el, hogy két pincesorunk van, ahova tudjuk vinni a vendégeket, és ha valaki azt gondolja, hogy a téli időszakban majd pihen a kisvonat, és majd előszedjük tavasszal, nem így lesz, a korcsolya pályához, korcsolya járatként fog indulni. A Városnéző kisvonat első hivatalos munkanapja szombaton lesz. Rudabányáskára a hagyományőrző napra szállítja majd ki az utasokat, így akinek kedve van, már holnap délután kipróbálhatja a kis piros vonatot.